Ügyességi és lassúsági versenyen egyensúlyoznak a fiatalok, és az ittasságot szimuláló szemüvegben próbálják megoldani az egyszerű hétköznapi feladatokat a baleset megelőzési sátorban. A rendőrség szerint egyre biztonságosabban lehet Nyíregyházán kerékpárral közlekedni, ehhez viszont fontos, hogy a baleset megelőzési felkészítést már fiatalkorban elkezdjék. A mai autómentes napon első alkalommal rendeztek kerékpáros baleset megelőzési programot. Egy nagyon széles palettát fogunk mutatni a baleset megelőzési munkából. Itt többek között lesz majd, itt van mellettünk egy kis pálya felállítva, lesz kerékpáros ügyességi verseny, kressz elméleti verseny, lesz majd kerékpáros szépségverseny, lesz majd kimondottan kerékpáros ki mit tud, lesz egy kerékpáros lassulási verseny, és ugye egész nap a baleset megelőzési sátorban ki lehet próbálni a motorkerékpár szimulátort, a részegséget imitáló szemüveget, a gyerekek rajzolhatnak, kirakózhatnak, illetve mindenre lehetőség van, ami a baleset megelőzéssel kapcsolatos. Nyíregyháza alpolgármestere az esemény megnyitóján azt mondta, a város további kerékpáros fejlesztéseket tervez, a közeljövőben 9 kilométernyi új bicikliutat építenek. Nyíregyházán nem csak az autóforgalom növekedett meg igen jelentősen, hanem a kerékpáros forgalom is. Ugye a város ebben az évben másodjára is megkapta a kerékpáros barát település címet. 9 kilométer kerékpárutat fogunk építeni saját erőből, illetve már egyéb forrásokból. Nagyon fontos az, hogy akár az autósok, akár a kerékpárosok egyrészt helyesen közlekedjenek párhuzamosan, a kerékpárosok védve legyenek, mert ugye a megnövekvő autóforgalom ugye szennyezi Nyíregyházák a levegőjét, smog közeli állapotot teremt, nem árt az, hogyha van alternatíva, nem árt az, hogyha vannak olyan emberek, és ezek összefognak, hogy megmutassák azt, hogy mit is jelent a kerékpározás, akár munkába járás, akár pedig kirándulás mellett. Az autómentes és kerékpáros baleset megelőzési napon a városba érkezett a Berekfest kerékpáros túra Budapestről induló csapata. Ők arra hívják fel a figyelmet az akciójukkal, hogy Ukrajnának az Európai Unióban van a helye, ezért Budapestről és Kijevből is kerékpárosok tartanak Berekszászra. A célunk a nemes üzenet mellett az, hogy fölkeresni Berekszász város testvértelepüléseit, Gödöllőt, Hatvant, Kisköre, Tiszaújváros és Nyíregyháza. Ugye holnap meg, illetve már ma megérkezünk Vásárosnak, így ez a 6 testvértelepülésnek személyesen adtuk át a meghívókat, illetve Berekszász város ajándék csomagát. A kerékpáros egyesület emellett egy 20 000 eurós tüdőszűrő röntgengépet adományoz Berekszász város kórházának.